Dunántúli ugrós. Egy műsor a magyar népzene és néptánc művelőinek, valamint leendő kedvelőinek. Nem tudod, mi az a cinegés? Vagy csümögés? Nem hallottad még a bátavize kezdetű dalt? Nem hordtál még tornyos bárson? Vagy csak nem tudsz róla? Akkor hallgass velünk együtt a Dunántúli ugróst, és ezekre is választ kapsz. Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Minden vasárnap délelőtt 11:30-tól a Fortuna Rádióban. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja támogatja. Táncházat tartott a közelmúltban a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központban a Szarkaláb Tánc Együttes. Ezt az alkalmat ragadtuk meg, hogy mikrofon végre kapjuk az együttes munkájának hátterét biztosító egyesület vezetőjét. A Povisel István elnökkel készült interjú mellett lesz ma is zene, és hozzuk az elmaradhatatlan népzenei híreket is. Önök a Dunántúli ugrós 2017. december 3-ai adását hallják. A szerkesztő Vida Tünde, a mikrofonnál a következő 20 percben Strasser Andrea. Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. A Paksi Szarkaláb Együttest 2010. októberében 4 lelkes anyuka alapította. Néhány hét után már közel 30 néptánckedvelő koptatta a parkettát, 2011. decemberétől pedig már Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület néven működik az együttes, amelynek 4 éve Kosnás Árpád a művészeti vezetője. Működésük kezdetén dunántúli, sárközi, délalföldi, szatmári táncokat tanultak, majd bővítették a repertoárt bukovinai, mezőségi, moldvai, magyarbődi és székely koreográfiákkal. A próbákat a Csengei Dénes Kulturális Központban tartják, ahol alkalmanként táncházat is szerveznek. Egy ilyen alkalommal beszélgettünk az egyesület elnökével, Povisel Istvánnal. Vida Tünde riportja következik. A néptánc helyi mesterei most a Dunántúli ugrósban. Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület néven működünk most már 6. éve. És maga az együttes mikor alakult? Egy kicsit tekintsünk vissza az első időkre. 2010. októberében, tehát az pontosan 7 éve, akkor alakult az első kis magja a csoportnak, és abból fejlődtünk. Irány évre egyesületi alakultunk, egyesületi szerveződtünk, azaz ebben a formában működünk. Gondolom, hogy ott voltál te magad is az alapítók között. A régi magja az együttesnek megvan? Még együtt vagytok? Hát a legszűkebb magban nem voltam ott, az 4 anyuka volt, aki kitalálta ezt az egészet, hogy legyen egy kis oktatás, akkor ikeribolyát kérték meg, hogy oktassa őket, és akkor rá 1-2 hónapra kerültem én is a csoporthoz, akkor kerültünk viszonylag sokan. Hát annak a csoportnak a magja az végül is azóta is megvan és működik, hogy próbáljuk is ezt fönntartani, és várunk viszont mindig jelentkezőket, fiatalabbakat is, idősebbeket is természetesen, hogy csatlakozzanak hozzánk. Miért? Mi a jó a Szarkalábban? Hát az, hogy szeretünk táncolni, szeretjük a népzenét, egy kis testmozgás, kis erőlétben is ez nagyon jó, meg a maga zene és a népzenének az élvezete. Mennyien vagytok, milyen korosztály, mikor próbáltok? 23-an olyan vagyunk, fixen annyi a taglétszám, vannak pártoló tagjaink, hát velük együtt 30-35 fő. A próbáinkat hétfőnként tartjuk, itt fönn a Csengei Művelési Központban 5-től 7-ig. És milyen korosztály? A korosztályunk, hát az sajnos egy kicsit csúszik fölfelé, mert öregszünk, nagyon nehezen tudunk fiatalabbakat összeszedni, megkérni, hogy jöjjenek ide hozzánk táncolni, de nagyon várjuk őket. Akár a 8-10 évestől is, tehát fiatalabbakat is elvárnánk, jól, hogyha itt mozognának közöttünk. 2013 óta Kosnás Árpád, a művészeti vezetőnk, ő oktat bennünket, próbál bennünket oktatni, megtanítani mindenféle különböző táncokra, a erdélyi táncoktól, felvidéki táncoktól, nyilván magyar táncoktól kezdve, amit éppen szeretnénk megtanítani. Milyen közösség a Szarkaláb? Én úgy gondolom, hogy egy kellemes, jó kis közösség. Szoktunk évente 1-2 alkalommal még pluszba kis saját rendezvényeket tartani, a farsangot, a szilvesztert is most már évek óta együtt ünnepeljük, együtt üljük. Igazi csatlakozott hozzánk a Paksi Tánc Egyesület más tagja is, de
többször próbálunk összejönni és közös programokat tartani. Tánctábort szerveztünk most már több éven keresztül, ez kint a Cseresznyésben, és ott jól el szoktunk lenni egy néhány napon keresztül, elbeszélgetünk, megbeszéljük a mindenki problémáinkat, gondjainkat, és természetesen a tánca kapcsolatos dolgokat. És van a táncház, évente hányszor és milyen céllal rendezitek meg? Hát ezt harmadik alkalommal rendezzük meg, eddig évente csak egy alkalommal. Hát itt sajnos a költségvetésünk nem teszi lehető, hogy gyakrabban rendezzük, ebben támogat bennünket a Paksi önkormányzat. Szeretnénk, hogyha ez kicsit jobban alakulna. Most a Csóri Sándor alap kapcsán is feltetően fogunk egy kis pénzt kapni, hogy ez milyen formában, hogyan ez vagy most van folyamatban, talán ez is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy esetleg többet is tudjunk ilyet szervezni évente. Mi a célotok vele? Hát az, hogy az emberek, akik itt a városban laknak, megismerkedjenek a néptánccal, akik szeretik a népzenét, néptáncot, megtaláljanak bennünket, idejöjjenek, és akár tényleg csatlakozzanak hozzá. És ugye beszéltünk ezekről a dolgokról, de nem ejtettünk szót a fellépésről. Azért, ha van egy néptánc egyesület, van egy néptánc csoport, szeret együtt lenni, szeret együtt táncolni, ez szép dolog, de mindenki szereti megmutatni a közönség előtt, hogy mit tud, mit tanul. Hol vannak fellépéseitek, milyen gyakran léptek színpadra? Hát ez tulajdonképpen változó. Általában a város és a környékén szoktunk föllépni, különböző rendezvényeken láthatnak bennünket a nézők, rendszeres részvei vagyunk a Dunakömlődi falunapnak, de Németkéren voltunk, nyáron voltunk Uszódon, Závodon is voltunk már néhány alkalommal az Uszódon. Bubbantós fesztiválonig, Závodon is volt a Forgó Fesztivál, ezen is részt vettünk, meg ahova elhívnak bennünket, szívesen részt veszünk, bár itt pont a létszámmal van gondunk sokszor, hogy kell létszám ott tudjunk lenni, hát ugye családos, felnőtt emberek vannak, és sokszor ezt nehéz összehozni, de azért igyekszünk megjelenni, ahol várnak bennünket. Te itt kezdted a táncot, vagy van már táncos múltad? Hát egy kicsi van, még a iskolai egyetemi évem alatt kezdtem el táncolni, és tulajdonképpen azóta, mikor ezt befejeztem, ott a vártam, mikor lesz valami lehetőség, tudom folytatni, és ez most 7 éve alakult úgy, hogy sikerült ezt a csoportba belépnem, és azóta folytatom ezt a dolgot, igen. Miért? Mit ad neked? Én akkoriban megszerettem a táncot, a népzenét, és az is úgy hiányzott, jó, hát azt otthon hallgathatja az ember, de hát ezért más egy közösségben hallgatni és táncolni, meg fizikailag is úgy gondolom, hogy kicsit jól esik, mikor az ember végig emelte, ott lakik anyusan felszállok, és nem gond nélkül. Ez viszont hozzásegít ahhoz, hogy az emberek a fizikumát is fönntartja kicsit. Lehetne más zene, miért éppen népzene? Mindenféle zenét szeretek egyébként. Nem is tudom sorolni, hogy milyen zenéket, de ez valahogy jobban kötődik hozzám. Meg ez egy közösségi, ez egy társas dolog. Hát itt vagyunk többen egymással, jó vagyunk, és szeretünk táncolni. Nejemmel is, tagokkal is, csoporttal is. Ezért. Dunántúli ugrós. Póvisel Istvánnal, a Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület vezetőjével Vita Tünde kolléganőnk beszélgetett, és ha már az interjú helyi együttessel készült, akkor legyünk lokálpatrióták a zeneválasztásban is, és hallgassuk ismét a múlt héten bemutatott Csurgó zenekar muzsikáját, előre bocsátva, hogy programajánlónkban is hallhatnak majd a zenekarról. Hullott a hó. Végre! Itt a tél! Én két dolgot szeretek a télbe. Az egyik, hogy lehet számkozni. A másik, hogy lehet hóembert építeni. Hideg szél fúj, hogy az ember majd megdermed. Kinek jó ez? Csak a kövér hóembernek. A szeme színből, az óra meg paprikából. Lába nincs, de minek is, ha úgy sem táncol. Ütött, kopott, rossz fazék a többfedője. Megbecsüli, hiszen jó lesz majd jövőre. Seprű nyél a nagyvilági sétapálca. Elismerve, ha tudna béne pálba.
bemegyek a meleg szobába. A kandallóban pattog a tűz. Kinézek az ablakon, és a sűrű hóesésben ott áll a hóember egyedül bátran merészen, hiszen nagy gavallék az udvarunkon. Ilyen ő az udvarunkon nagy gavallék, bár rajta csak újjal rajzolt az ingallék. Mégse fázik, mikor minden majd megdermen, el is mennék, ha lehetne, el is mennék. Ha lehetne, el is mennék, ha lehetne hóembernek. Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Végezetül, ahogy szoktuk, hozzuk a legfrissebb népzenei híreket és programajánlatokat. Erdélyben mutatta be Hontalanítás című, a kirekesztés témáját feszegető, több elismeréssel is díjazott produkcióját a Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház. Az erdélyi turné alkalmával négyszer mutatta be a Szlovákiai Magyar Táncszínház előadását, délelőtönként pedig a Felföld Tánc Hagyományai című ismeretterjesztő darabot. A darab sikerszériája már 5. éve tart, amelyért a társulat koreográfusa idén megkapta az Avignoni Fesztivál díját. Magyarországon pedig az év alkotója díjat is. A társulat, amelynek munkájában kitüntetett figyelmet kap a szlovákiai magyar hagyományos néptánc és névzene színpadi megformálása, erdélyi turnéja során Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Székszeredában és Kolozsváron vendégszerepelt. Dunántúli ugrós. 7. alkalommal köszönti tánckoncerttel az új évet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar január 13-án a Tiszaparti Város Sportcsarnokában, ezúttal a Magyar Állami Népi Együttessel közösen. A tánckoncert műfaját Isaki Masahiro karmester álmodta meg 7 évvel ezelőtt, közölte az esemény sajtófőnöke az MTI-vel. Tájékoztatása szerint a Napszédítők Nemzeti Tánckoncert című produkció során a népmesékből ismert bűvös 7-es szám Liszt, Bartók és Kodály művészetén keresztül nem csupán a zene mesebeli álomországába röpíti el a hallgatóságot, hanem a néptánc leghitelesebb hazai előadóinak közreműködésével az autentikus népzenei kultúra sajátosan magyar, édeskeserű világába is elkalauzolja a közönséget. Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. És végül még két program vételkörzetünkben működő együttesektől. Hagyományos adventi koncertjére várja közönségét a Szaggató Zenekar december 14-én a 18 órai szentmisét követően a Jézus Szíve templomban adventi és karácsonyi népzene csendül majd fel, és több koncertet ad majd Budapesten a Csorgó Zenekar. December 3-án, a mai napon délelőtt 10 órától már a Batthyány téren Mikulás koncertet rendeztek, 14 órától a Stefánia palotába várják a közönséget gyermekkoncertjükre, december 12-én délelőtt 10 órától Dombóváron a Tinódi Házban lesz Csorgó gyermekkoncert. Dunántúli ugrós. Önök a Dunántúli ugrós adását hallották, népzenét, néptáncot népszerűsítő magazinunk jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt jelentkezik majd. A szerkesztő Vida Tünde nevében is köszönöm a figyelmüket, Strasser Andrát hallották az elmúlt percekben, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és nagyon jó rádiózást Hászalai Balázs kollégámmal déli 12 órától. Dunántúli ugrós. Egy műsor a magyar népzene és néptánc művelőinek, valamint leendő kedvelőinek. Hát fiam, ez a dunántúli ugrós is jól sikerült. Igen, papa, úgyhogy jövő vasárnap is átjövök, hogy együtt hallgassuk meg ebéd előtt. Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Minden vasárnap délelőtt 11:30-tól a Fortuna Rádióban. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja támogatja.